Schneider Müller Péterrel, a Demokratikus Koalíció pártjának európai parlamenti képviselőjével folytatjuk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt mondja, hogy a szakkollégiumokat érintő kormányrendelet módosítás gyakorlatilag lerombolja a szakkollégiumi rendszert. Ugye itt arról van szó, hogy az oktatási hivatalhoz rendelnek hát minden megmaradt önálló jogosítványt a szakkollégiumoktól, de ez a rendszert magát is lerombolja? Nézd, én azt gondolom, hogy itt most már tényleg arról van szó, hogy az utolsó lépésekben próbálja meg a kormány a felsőoktatáson belül, a felsőoktatás rendszerén belül meglévő önállóságokat megszüntetni. A szakkollégiumi rendszer, az ugye a dolognak a paradoxiája, hogy a jelenlegi kormány több tagja, maga a miniszterelnök is ebből a szakkollégiumi rendszerből jött. Ez a szakkollégium rendszer ez még mindig biztosít bizonyos fokú függetlenséget, a kritikai szellemnek ad otthont, ott fiatalok gondolkodnak, vitatkoznak egymással. Ezt akarja megszüntetni a kormány. Ezen a téren is központi ellenőrzést akar most, hogy oktatási hivatalnak nevezzük, vagy bármi másnak, az mindegy. A dolognak a lényege az, hogy nem engednek semmiféle kritikai, önálló gondolkodást, céljait szolgáló rendszert működtetni, ezért akarják a szakkollégium rendszert is átalakítani. Hát azt mondják, hogy ezért lenne a Magyar Nemzeti Banknak saját közgazdasági egyeteme is. Ez ugye az nagyon érdekes dolog, hogy a Matolcsi úrnak a szórakozására van 200 milliárd forint, a magyar felsőoktatási rendszer korszerűsítésére pedig nincs. Pontosan tudjuk, hogy az elmúlt 4 évben mennyit vontak ki ebből a szférából. Abban mennyi maradt? Ott mennyi pénz maradt? Az éves költségvetésben. Amit a Matolcsiék ráfordítanak, ez a többszöröse annak, ami a magyar felsőoktatás kap, többszöröse. És ugye emlékezzünk vissza azokra a lépésekre, amikor 40%-kal csökkentették, bizonyos történeteken 60%-kal csökkentették, szakok szűntek meg, egyetemi tanszékek zártak be, embereket bocsájtottak el, most pedig jön a Magyar Nemzeti Bank, hogy csinál egy külön közgazdászképzést. Szóval azt gondolom, hogy ez a botrányok botránya. Van egy most már többször előkerült célja a VK-nak, nyilván személyesen önnek is, az ifjúsági garancia program elindítása. Hát ez van, ahol működik. Tulajdonképpen Magyarországon is arról volt szó, hogy ez működni fog. Ez nálunk miért nem indul el? Formálisan van valami kezdeményezés, de ugye az ifjúsági garancia programnak, amit ugye az Európai Bizottság és az Európai Bizottságon belül is Andor László, a magyar biztos indított meg, annak az volt a legfőbb célja, hogy a fiatalok, tehát a 25 év körüliek, akik körében a munkanélküliség Európában mindenütt viszonylag magas, azok vagy tovább tanulhassanak, vagy speciális továbbképzést kapjanak, gyakornoki helyet kapjanak, tehát hogy bejussanak a munkaerőpiacra. Ehhez nemzeti stratégiákat kellett csinálni, több országban meg is csinálták, Ausztria, Finnország. Magyarországon a kormány rájellemző módon nem csinált egy új stratégiát, hanem elkezdett kozmetikázni, és egy ilyen látszat programot lakott össze. Magyarországon az ifjúsági garancia program semmivel nem vitte előbbre a fiatalok körében a munkanélküliség megszüntetését. A kormány nem is nyújt hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyekhez hozzájuthatott volna, úgyhogy valójában nem csinált az ég ott egy világon semmit. Az Európai Parlamentben is téma volt, nem a magyar kormány ez irányú működése, hanem maga az ifjúsági garancia program. Ez sikeresnek látszik, ott, ahol bevezették? Én azt gondolom, hogy ez az Európai Parlamentnek, bocsánat, az egyik legfontosabb kezdeményezés, illetve a bizottságnak mindenütt, ahol bevezették, sikerre vezetett. Nyilván nem arról van szó, hogy a probléma egyik napról a másikra megszűnik, hanem arról van szó, hogy lehetőségek teremtődnek, perspektívák nyílnak meg, amikkel a fiatalok tudnak élni. Ausztria, Finnország, Spanyolország, mindenütt, ahol ezeket a programokat beindították, tényleges javulás lehetett elérni. De hát nyilván nem a magyar kormány gondolkodásával szembeni ez, hiszen a munkanélküliség elleni küzdelem az a nemzeti együttműködés rendszerének egyik alapvetése. Tehát akkor a logikus az lenne, hogy ha ez van forrás Európából, akkor azt felhasználjuk. Hát ez a kormány nagyon sok olyan lépést tesz, ami Európában logikus lenne, Magyarországon mégse történik meg. Ugye Magyarországon azt mondja a miniszterelnök, hogy ez a, hogy mondja, a munkatársadalmát építjük, ami alatt ő, ezt már többször elmondtuk, a közmunkatársadalmát érti. Ő nem törődik azzal, hogy legyenek ilyen továbbképzési intézmények. Nézze meg, mi történt a szakképzéssel, a felnőtt képzéssel. Már Európában mindenki az egész életen áttartó tanulásról beszél. Magyarországon nincsenek ilyen típusú kezdeményezések, nincsenek ilyen típusú intézmények. Azt mondja a miniszterelnök az embereknek, menjetek el árkot tisztítani. Vagy nézze meg azt, bocsánat, még ezt az egy mondatot hagyd mondjam, hogy amikor azt mondja, hogy a közmunkások képzése folyik a téli hónapokban, mi történt tavaly télen, botrányosabbnál botrányosabb esetek történtek. Clinton volt amerikai elnök, azt mondta Orbán Viktorról, hogy úgy viselkedik, mint aki pénzt akar keresni minél többet, és hatalomban akar maradni minél tovább.
miképp leegyszerűsítve nagyjából így hangzott el. Van ezeknek a mondatoknak, vagy a magyar kormányt, vagy személyesen Orbán Viktort érintő kritikáknak valamiféle visszhangja Brüsszelben? Egyrészt rengeteg visszhangja van, másrészt azt szeretném mondani, hogy ugye Orbán Viktor miniszterelnökként nem tudta elérni, hogy amerikai politikusok, vezető amerikai politikusok valaha is fogadják. Ugyanakkor azt elérte, hogy Magyarországnak a presztízse és a renoméja hihetetlen mértékben megromlott. Brüsszelben is, az Egyesült Államokban is mindenki tátott szájjal figyeli, hogy mi az, ami Magyarországon történik. De nem csak tátott szájjal figyeli, hanem egyre határozottabban mondják, akár az NGO-knak az adóhatósági és rendőrségi megszállása okán, akár az, amit Orbán a bevándorlással kapcsolatban mondott, amikor a bevándorlást bűnnek nevezte, crime-nak nevezte, akár azzal kapcsolatban, amit az illiberális demokráciáról mondott, ezek olyan, ha szabad azt mondanom, eszmék vagy elképzelések, amelyek gyökeresen szembe mennek az Európai Uniónak az alapértékeivel. És világosan kell látnunk, hogy Orbán az első és egyedüli miniszterelnök egy európai közösséghez tartozó tagállamnak, aki a saját politikai hatalmát az Európai Unió értékeivel szemben akarja megszilárdítani. Az illiberális demokrácia semmi másról nem szól. Egy autoriter rendszerről szól, arról szól, hogy szabadságharcot folytatunk az Európai Unió mellett az Európai Uniónak a pénzén. Azt mondják, hogy Navracsis Tibor lesz a bosszú áldozata. Mármint annak a politikai bosszúnak, hogy amit nem tudnak Orbán Viktornak elmondani különböző európai parlamenti frakciók, azt majd Navracsis Tibornak fogják elmondani. Reális ez? Én nem hiszem, hogy a bosszú áldozata lesz, nem hiszem, hogy bosszúról van szó. Juncker kifejezetten mondta, hogy nincs semmiféle bosszú érzés benne. Azt azonban látni kell. Navracsis Tibor 2010 óta, sőt azt megelőzően is Orbán Viktor leghűségesebb támogatójának egyike volt. Kabinetfőnöke volt, igazságügyi minisztériumot vezette, most külügyminiszter, tehát nem tud úgy viselkedni, mintha neki semmi köze nem lenne ehhez a rendszerhez. Nyilvánvaló, gondolom én, hogy a bizottsági meghallgatáson föl fognak tenni neki olyan kérdéseket, hogy amelyeket meg kell válaszolnia. Meg kell mondania, hogy hogyan lehet az, hogy most hirtelen Európai Uniónak a biztosa akar lenni, tetejében az oktatás és a kultúra területén, miközben egy olyan kormány szolgált hosszú-hosszú éveken keresztül, amely tönkretette a magyar oktatást, és amelyik ideológiai háborút robbantott ki a kulturális területen. Nyilván megvan erre a válasz, ha meglátjuk, elfogadják-e meghallgatásán. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.